Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcastja. Mai vendégem Csárna Szabó András, író, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És mielőtt még elkezdenünk a beszélgetést, ahogy ezt ugye minden műsorban elmondjuk, mivel a Magyar Hang kizárólag az olvasók és a hallgatók, nézők hozzájárulásából, támogatásából működik, ezért kérem, hogy amennyiben szeretnének ilyen műsorokat és szeretnék a Magyar Hangot, fizessenek elő, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, és támogassák a Magyar Hangot. Hát a rövid bevezető után akkor térjünk rá rögtön az irodalomra. Arra gondoltam, hogy most itt talán a kulturális élet egészét tekintve a legfontosabb vagy legérdekesebb probléma a Libri irodalmi díj megszűnése, ami ugye elég váratlanul érhette talán az irodalmi életet. Kívülről nézve mindenképpen meglepő a döntés. És ugye a talán legnagyobb presztízsű magándíj, vagy legalábbis nem állami díj eltűnésével, minthogyha igazából csak az állami díjak maradtak volna, amelyeknek szerepe az elmúlt években, hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit megváltozott, leértékelődött az állami díj a hozzájuk kapcsolódó botrányok miatt. Mi a véleményed, milyen hatással lehet az irodalmi életre az, hogy eltűnt egy komoly pénzdíjjal, és hát elég nagy hírveréssel járó díj az irodalmi életből? Hát én ez nem nagyon tudok hozzászólni. Ezt én is hallottam, hogy megszűnt a Libri díj. Mondjuk szerintem maradtak azért még díjak, tehát például szerintem rangos díjak, tehát például szerintem ilyen rangos díj, például a Mészői díj, vagy a Szépíróknak a díja. Nem tudom, hát nyilván hát sajnálom én is, hogy ez megszűnt. Én azt se tudtam, hogy ez, vagy azt se tudom, hogy ez például mennyi pénzzel járt. Hát azért milliós tétel. De hogy azt nem tudom, hogy ezt a szerző kaptál meg, vagy valamilyen vagy ilyen valami kiadói támogatásban hát volt. Igen, több rétű volt a támogatás, igen, tehát hogy azért sok. De igazából itt a kérdés arra is irányult, hogy mennyire, azzal, hogy az állami díjak kerülnek előtérbe, amiknek azért mondjuk, hogy ellentmondásos a megítélése, hogy ezt hogyan látod, hogy ez az irodalmi, egyáltalán az elismeréseknek, az irodalmi díjaknak milyen a szerepe? Szükség van rájuk? Szükség van az állami díjra? Szükség van-e arra, hogy az állam elismerje, és ne a szakma? Hát nézd, szerintem azért azt el kell ismerni, hogy Magyarországon, vagy nyilván ez más országokban is így van, nagyon kevés író tud abból megélni, hogy ő író. Tehát rengeteg más dolgot kell csinálni ahhoz, hogy megéljen. Tehát, hogy valamiféle állami támogatásra mindenképpen szükség van. Tehát, hogy nem, fogalmam sincs, nem vagyok ennek szakértője, hogy külföldön milyen magántámogatások vannak, és hogyan működik ez. Szerintem mindenképpen szükség van állami támogatásra. Tehát Az, hogy egy ilyen díj kiesik, az egy szomorú dolog. És mondjuk az állam szerepét mennyire látod, mondjuk, hogy veszélyesnek, vagy problémásnak a kulturális életben? Ugye sok szó esik arról, hogy ahogy most elmondtad te is, hogy egy ekkora piacon, vagy piacból alig valamelyik művészeti ág nagyon kevés szereplője tud megélni, csak a művészeti tevékenységéből, tehát hogy nyilván szükség van más forrásokra, de hogy itt azért az állami beavatkozás elég néha aránytalannak, néha meg más szempontból tűnik problémásnak. Hát ugye ez egy annyira szubjektív dolog, tehát azt eldönteni, hogy ki a jó író, meg ki nem, meg kit támogatunk, meg ki nem, ez mindig szubjektív lesz, tehát ezt igazából igazságot tenni nem lehet. Én szerintem teljesen kivonni az államot ennek a támogatásából nem lehet. Én nagyon örülnék neki, hogyha tele lenne mindenféle magándíjjal ez az ország, és akkor mindenféle magándíjakat lehetne elfogadni. Nyilván ez nincs így. Valamiért a magánszektornak nem igazán fontos a kultúra.
vagy nem igazán fontos mondjuk az irodalom, ami ugye egyre inkább elveszíti a népszerűségét, vagy a fontosságát, vagy a rangját, vagy ezért. Tehát, hogy teljesen kikerülni az állami támogatás biztos, hogy nem lehet, és teljesen igazságos döntéseket se lehet hozni. Ezeket a döntéseket mindig valamilyen zsűri, vagy mindig valamilyen kuratórium hozza. Ezek szubjektív döntések. Hogyha mi ketten döntenénk el, hogy ki kapja, akkor egészen más határozat születne, mint hogyha ők ketten döntenék ezt el. És itt az irodalmi élet kapcsán elég, hát mondjuk, hogy vezető szerepbe került, legalábbis önjelölt módon mindenképpen Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője, aki ugye többször is elmondta több fórumon, hogy a jelenlegi kortárs irodalom, magyar irodalom belterjes, az írók egymásnak írnak, nem a közönségnek, és hogy ezt meg kéne változtatni, vissza kéne térni, újra meg kéne találni a közönséget. Ezt mennyire látod így? Valóban van ez az ilyen kicsit rosszul hangzó nagykörúton belüli romkocsmában üldögélő egymásnak író alkotók világa, és valóban nem ér el a közönséghez a mai magyar irodalom? Hát én ezt nem tudok hozzászólni, én a közönségnek írok, elviszem a kiadóba a kéziratot, ők eldöntik azt, hogy ez nekik kell vagy nem kell, aztán kiteszik a könyvesboltba, és utána a könyvesboltba vagy eladják, vagy nem adják el a könyvet, és én abból kapok 1%-ot. Tehát, hogy én nem a szoktam romkocsmákba üldögélni, de nem a másik romkocsmába üldögélő írónak írok, hanem nyilván valamiféle közönségnek írok, és azok megveszik az én könyveimet, és ebből, ha nem is mondjuk teljesen vagy jól, de megélek. Mm-hmm. Tehát nem hiszem, hogy mondjuk az államnak a feladata lenne az, hogy kitermelje a közönséget, vagy eljuttassa a közönséghez az irodalmat, vagy befolyásolja az írót arra, hogy valamiféle kapcsolatot vegyen fel a közönséggel. Azt szerintem mindenképpen az államnak a feladata, hogy az adófizetők pénzéből a kultúrát támogassa, így aztán az írókat is támogassa. Tehát, hogy mondom, a saját könyveiből szerintem nagyon kevés író él meg Magyarországon, és szerintem nagyjából azok is mondjuk a külföldön eladott könyvekből élnek meg. Biztos van olyan, aki a Magyarországon eladott könyvekből is megél, de szerintem ez körülbelül 10 író. Uh-huh. És ebben mindenképpen van szerepe szerintem az államnak, hogy ezt támogassa. Tehát én nem hiszem, hogy ez egy ördögtől való dolog lenne, hogy az állam támogatja a kultúrát. Ez nagyon helyes, hogy támogatja. Az, hogy mondjuk milyen döntések születnek, vagy milyen kikapják ezeket a pénzeket, ez nyilván mindig meg fog osztani akár az írókat, akár a közönséget. Nincs két olyan tízes lista, ami ugyanaz lenne. Ez egy nagyon-nagyon szubjektív dolog. Nyilván nagyon sokszor látszik az, hogy amikor kilóg a lóláb, amikor mondjuk a valósághoz nem sok köze van, hanem mondjuk az látszik, hogy valamelyik politikai oldal a saját szerzőit, vagy a sajátjainak gondolt szerzőit támogatja. De alapvetően most én nem erről beszélek, hanem arról, hogy igenis erre szükség van arra, hogy az állam is támogassa ezeket a dolgokat. Nyilván ilyenkor szokott jönni, hogyha a másik kap pénzt, akkor mindig az a duma, hogy ő az áruló, ő, aki befeküdt a hatalomnak, ő, aki elfogadta a Judás pénzt. Amikor én kapok pénzt, akkor meg mindig azt mondjuk, hogy mert ez az adók fizetőknek a pénze. Tehát most ugye megint ugye azt hiszem most a Noir nyilatkozott a Hadik filmről, akkor ő azt mondta, hogy hát ugye őt is nem tudom, ott a Facebookon vagy valaki szembesítette ezzel, hogy miért szerepelt egy ilyen úgymond állami vagy NER filmbe, vagy nem tudom, és azt mondta, hogy hát ez az adófizetők pénze. Hát amikor mi kapjuk a pénzt, akkor mindig azt gondoljuk, hogy ez az adófizetők pénze, és megérdemeljük, amikor a másik kapja, akkor meg azt gondoljuk, hogy a hatalomtól kapta, és akkor az nem jár nekim, és az árulás, és lefekvés, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy
És ezek a frontvonalak, vagy lövészárkok, mert ugye ez azt feltételezi, hogy mindig van ez a mi és ők felosztás, hogy itt ugye, ha a párbeszéd is sokszor problémás, tehát ha valaki azt mondja, például nemrég volt vendégünk Kukorelli Endre a műsorban, és ő többször elmondta, hogy őt megtámadták csak azért, mert hogy valakivel szóba állt, vagy valakikkel szóba állt, mert hogy a párbeszéd híve. Ezt hogyan látod, hogy át lehet hidalni? Hát nyilván mindenki megtámad mindenkit, főleg akkor, amikor nem ő kapja a támogatást, nem ő kapja a díjat, akkor az egyik megtámadja a másikat. Gondolom, hogy az összes többi szakmában ez így működik. Én azt gondolom, hogy se ide nem tartozok, se oda nem tartozok. Én nagyjából egyébként ezt az egészet leszarom. Tehát, hogyha kapok támogatást, akkor elfogadom, és aztán megpróbálok dolgozni, és nem ezzel foglalkozni, hogy mi van ebbe az egész adok-kapokba. Tehát ez nyilván mindenki megtámad mindenkit, mindenki féltékeny mindenkire, mindenki irigy, stb. Aztán ennyi. És az több interjúban is elhangzott, pont ez a belterjesség, de nem ezzel a szóval, talán úgy fogalmaztál, hogy megúszós, vagy pontosabban ez a kérdésben volt, de a lényeg az, hogy megúszósá vált a magyar irodalom egy kicsit, hogy, és ennek kapcsán mi változott, hogy hogyan alakult olyanná a kortárs irodalom, amilyen, és vagy valóban ez egy megúszós irodalom, ami egy kicsit... Hát szerintem ezt az egész megúszóságot szerintem én a nyelvi aspektusból próbáltam mondani. Én azt látom, hogy például ugye az én könyveimnek általában van egy nyelvezete, amiben úgymond elég sok trágárság, obszcenitás, stb. Pornográfia, stb. Előfordul, és hogy hát van egy olyan réteg, az olvasónak is van egy olyan rétege, aki rögtön elhajítja a könyvet, mert azt mondja, hogy hát ez nem irodalom, meg ezt ne nyomtassuk ki, ez nem egy irodalmi nyelv, hát hogy lehet olyan szavakat, hogy fasz, meg pina, meg baz, meg stb. Leírni egy prózába, miközben hát szerintem ezzel valahogy azért találkoznia kell az írónak is, meg az olvasónak is, hogy ezek a mi nyelvünknek a részei, ezeket nem lehet megúszni. Tehát, hogy az, hogy mondjuk himtagot írunk, meg péniszt, meg nem tudom mit, tehát, hogy ezzel nem ússzuk meg azt, hogy például hogyan beszélünk most éppen mi a 21. században magyarok. Tehát felszállunk a villamosra, és halljuk, hogy hogyan beszélünk. De szerintem, hogyha most mi ketten kimennénk a konyhába, akkor azok a szavak, amiket például egyébként az Erkó című regényemben több kritikus is nehezményezett, például volt olyan kritikus, aki azt mondta, hogy Petőfi Sándor forogna a sírjában, ettől a nyelvtől és ezektől a történetektől. Hát ezeket a konfrontációkat én nem szeretném nyelvileg sem megúszni. Tehát itt például ugye konkrétan az Erkónak az esetében ugye van egy törpe a 6. században, aki az 5. századi kalandjait meséli el egy ciprusi kocsmába félrészegen a többi halásznak, mert ő akkor éppen halász. És én úgy döntöttem, hogy ezt a történetet, ami egyébként rengeteg, ugye ez az 5. századi történelem és az 5. századnak az Európája nagyon sok fedést mutat a mostani helyzettel, tehát a kultúrák vagy a civilizációknak a harca, a népvándorlás, akkor ugye a nyugat-római birodalomnak a bukása, tehát egy ilyen kulturális apokalipszis, stb. És ez a törpe, ez ül ott a kocsmába, és én úgy döntöttem, hogy ezt a történetet egy ilyen mai magyar kocsma nyelven fogja elmondani. Mert ugye lehet, de nem sok választás volt, mert például ebbe az időben ugye nincs még magyar nyelv. Tehát az 5.-6. században nincsen magyar nyelv. Ugye volt olyan kritikus, aki azt húzta az orromra, hogy a magyarság sorskérdéseiről nem
hogy miért mindig a görögségről van szó, meg a barbárokról van szó, és a magyaroknak a sors kérdéseire miért nem válaszolok. Hát egészen egyszerűen azért, mert még nincsenek rajta a térképen a magyarok. Szóval, én ezeket nem szeretném megúszni. Én azt valószínűleg arra gondoltam erre a megúszós irodalomra, amikor nyelvileg is megpróbáljuk megúszni a mai magyar nyelvünket. Lehet, hogy történetileg is. Tehát én azt gondolom, hogy az én történeteim azok elég provokatívak. Én nem akarom azt megúszni, hogy például valaki azt mondja az én könyvemre, vagy az én írásomra, hogy ezen ő föl van háborodva, vagy ezt szerinte ilyet nem lehet leírni, meg így nem lehet leírni. Igen, az tényleg, tehát hogy tényleg úgy érzem, hogy bár mostanában nagyon kevés kortárs magyar irodalmat olvasok, de mondjuk 10 évig voltam egy kortárs magyar irodalmi folyóiratnak a szerkesztője, meg főszerkesztője és prózaszerkesztője, akkor például nagyon sok kortárs magyar irodalmat olvastam. Igen, ezt érzem, hogy ilyen nagyon illedelmes, nagyon sokszor ilyen nagyon illedelmes prózával találkozom, és nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy csak nehogy baj legyen belőle. Tehát, hogy így szolgáljuk ki az elképzelt olvasót, aki nem szeret konfrontálódni. Én azt gondolom, hogy az olvasó az ugyanolyan, mint mi. Szereti azt, hogyha problémák elé állítjuk, hogyha kiverjük a biztosítékot, és ezen neki el kell gondolkoznia. De egyébként simán megértem azt is, hogyha valakinek például az a nyelv, amit én használok, az teljesen kiveri a biztosítékot, és azt mondja, hogy ez nem az irodalomba való, ez való egészen máshova való, úgyhogy ezt nem fogom elolvasni, hozzá se nyúlok. Például az anyukám az például egy ilyen olvasó volt, aki nem olvasta az én könyveimet, főleg szerintem a nyelvezete miatt. És ha már a Zerkót szóba hoztad, és a párhuzamokat, akkor most is egy kulturális apokalipszis elején, közepén járunk, vagy egy nagy átalakulás vár a mi világunkra is? Ezt akkor így látod, vagy így várod? Hát igen, szerintem, hát én azt látom, hogy egy ilyen civilizáció végén vagyunk valahol. Most az, hogy ez egy civilizáció vége lesz, mint ahogy az a nagy kulturális apokalipszis, ami ott az 5. században bekövetkezik a római birodalom bukásával, az gyakorlatilag a mai napig érezzük. Az, hogy most ez egy ilyen civilizációs világvége lesz, ami után valamiféle újjászületés, egy középkor utáni újjászületés megint lesz, vagy pedig tényleg fizikailag elpusztítjuk ezt az egész világot, mert erre ugye egyre nagyobb az esély. Azt nem tudom, de hogy valaminek a végén vagyunk, abszolút. Tehát szerintem a kulturális hangulat is apokalipszisre emlékeztető, meg úgy az egész. Tehát, hogy én nem tudom, ezt olvasom állandóan az újságban, erről értekeznek mindenféle földrajztudósok és klímaszakértők, meg stb. Ugye nagyjából majdnem mindenki egyetért abban, hogy vége a dalnak, hogy most ez 5 éven belül lesz, vagy 50 éven belül, vagy 500 éven belül, az biztos, hogy ez most azért lesz, mert belefulladunk a saját szemetünkbe, vagy azért lesz, mert mit tudom én, elfogy az ivóvíz, vagy fölmelegszik a levegő, ugye ezt sokféle megoldás van, de hát ezt ráadásul ugye én egy olyan szakmában vagyok az irodalomban, ami ugye folyamatosan megy ki. Tehát, hogy ugye van egy ilyen rossz megközelítés ennek az egésznek, például amikor gimnazista voltam, akkor, és ott ugye tanultuk a Nyugatot, és az Adit, meg a Kosztolányit, meg a Karintit, meg a stb. Akkor én úgy képzeltem el, hogy mondjuk a
a 20. század elején Budapesten mindenki a nyugatról beszélt, hiszen ugye azzal találkoztam, az volt az órán, hogy és akkor megalapították 1908-ban nyugatot, akkor jött az Adi, akkor összeveszett Kosztolányval, és valahogy úgy képzeltem el Budapestet, hogy így a nyugat körül, ahogy egy kamasz így elképzeli az egész dolgot, és amikor az egyetemen valaki először elhangzott, hogy mit tudom én, a legtöbb példányszám talán 3000 volt, és volt, hogy 500 példányban jelent meg a nyugat, akkor így rájöttem, és ugye most itt nem tudom, egy 15 milliós Trianon előtti Magyarországról beszélünk, stb. Akkor így rájöttem, hogy hát ez mindig egy szubkultúra volt az irodalom. Mindig egy nagyon pici szelete a társadalomnak, akik írták, meg akik olvasták. Tehát, de hát azért érződik az, hogy ez az egész olvasás dolog, ez ugye kezd megszűnni fizikailag. Tehát a könyv mint olyan kezd megszűnni. Tehát, hogy ez tényleg egy szubkultúrának a szubkultúrájának a szubkultúrája, hogy könyv. És tehát, ezt mondjuk egy íróként nem keserít el? Ez a munkám, tehát ezt kell csinálnom. Tehát, ha csak én fogom elolvasni, akkor is ezt kell csinálnom, mert jön belőlem. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez egy hivatás, vagy egy küldetés, vagy nem tudom micsoda, ez egy dologhoz értek, akkor is csinálnám, ha egy fillért nem kapnék érte, és egyetlen egy példányt nem lehetne eladni belőle, mert ez jön belőlem. Uh-huh. Muszáj csinálnom. De hogy amikor megyek az utcán, és azt látom, hogy az utcának a szélére van kijöntve a könyv költözködésnél, meg lomtalanításnál, miközben nem tudom, 200 méterre van egy könyvszekrény, ahova be is lehetne tenni, de már ugye annyi becsülete nincs a könyvnek, hogy elvigyük a szelektív hulladékgyűjtőbe, mert azért valljuk be, hogy a könyvszekrény egy szelektív hulladékgyűjtő, mert még az üveget is elvisszük az üveggyűjtőbe, meg a fáradt olajat is beledobjuk a piacon a fáradt olajgyűjtőbe, de ez körülbelül olyan, mint a fáradt olajat oda a két kocsi közé kijönteném, és akkor azért érzem azt, hogy ez valahol teljesen... ezt végéltem, tehát amit a tévé rombolást csinált, ebbe az egész dologba, azután már szinte gyerekjáték volt, azután a rombolás után maradt, azt ugye az internet és a Facebook és a többi le fogja rombolni, és nem tudom, tehát hogy de mondjuk ezt a folyamatot, ezt mennyire, vagy ezt annyira károsnak érzed? Mondjuk ezt azért is kérdezem, mert hogyha mondjuk a Zerkó kapcsán nem feltétlenül nehéz a trónokharca a Tyrion Lannisterére gondolni, és akkor nyilván bejön az egész trónokharca a sorozat, nem tudom, és hogy ez a streaming dumping, ez sokak szerint átvette valahol ennyire az irodalom szerepét, tehát hogy ez szerinted teljesen elvonja az energiát, az időt és a figyelmet teljesen az irodalomtól? Tehát, hogy mindenképpen káros a hatása ennek? Hát, ezt nem tudom megmondani, mert én ezeket nem nézem. Ezt, amit te mondtál, trónok harcát se láttam soha. Egy-két évvel ezelőtt teljesen, vagy lehet, hogy mondjuk 3-4 évvel ezelőtt teljesen lejöttem ezekről a mindenféle szolgáltatók és sorozatok és stb., mert rájöttem, hogy olyan szintű időt viszel tőlem az, hogy megnézzek egy 312 részes sorozatot, és nyilván ha megnéztem az első ötöt, és akkor mit tudom, ezt 10 éve néztem, és akkor végiggondoltam, hogy körülbelül hány olyan sorozat volt, aminek volt értelme végignéznem, és gyakorlatilag a két kezemen meg tudtam számolni, hogy hány értelmes dolog volt. Hát én nem azt gondolom, hogy ezek lennének, hanem úgy az egész olvasás. Tehát, hogy már csak azok amiket olvasok híreket, hogy ugye évről évre csinálnak ilyen felméréseket, egyáltalán hányan tudnak olvasni, egyre kevesebben tudnak olvasni, mennyi könyv fogy. Tehát nyilván ez a könyv most szerintem egy körülbelül olyan adathordozó, amilyen mondjuk a 90-es években volt a bakelit lemez. Tehát, hogy így
Mondjuk a bakelitnek visszatért most. A bakelit visszatért, nyilván ott is a szubkultúra, a szubkultúrának a szubkultúrájába tért vissza. Én is bakelit lemezt hallgatok már, mert szerintem egészen más hangulata van, meg stb. Stb. De ettől függetlenül azt érzem, hogy ez egy ilyen teljesen egy ilyen boomer dolog lett. Hogy valószínűleg már így a villamoson is, ha előveszel egy könyvet, ott is azt látod, hogy mindenki így megy a villamoson, de most már a járdán is mindenki így megy, és ha felszállsz egy könyvvel, akkor így nézik, hogy ez mit csinál ez az öreg ember ott, hogy ez biztos valami alkesz, aki ilyen hóbortos dolgokat csinál, hogy... És akkor ez azt is jelenti, hogy elvész majd az a kulturális emlékezet, mert ugye említetted a Nyugatot, hogy 500 ezer, 3000 példányban fogyott, viszont ma ugye mindenki tanulja az iskolában, jobb esetben tudja és emlékszik is rá, hogy ki volt Adi, Kosszolányi és Babits, de hogyha ha most azt prognosztizáljuk, hogy elfogynak az olvasók, akkor a jelenlegi írók eltűnnek. Szerintem nagyon-nagyon kevés ember tudja ebbe az országba, hogy ki volt az Ady Endre vagy Babits. Tehát így ilyen szerintem a 90-valány százalék az ilyen utcanévként tudja ezt kezelni. Tehát szerintem egészen más dolgok izgatják az embereket, mint hogy Babits Mihály. Nem hiszem, hogy ez ma egy központi téma lenne. Hát nem is erre gondoltam, csak azért nem tudom, én lehet, hogy naív vagyok, vagy bizakodó, de hogy én azért remélem, hogy az emberek egy része tudja legalább, hogy ki volt Babits. De mindesetre, ha viszont onnan indul, vagy a... Egy ilyen kulturális buborékban vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ezeket a dolgokat ismerik az emberek, meg nem tudom, szerintem nem. Tehát, hogy én nagyon, nagyon meglepődök, amikor például elmegyek, tudom én, egy ilyen középiskolába, és akkor nem is nagyon szeretek már miatt ilyen helyekre menni, mert amikor elmegyek mondjuk egy felolvasásra, ahol engem meghívnak, mondjuk egy kocsmába, vagy egy művelődéshez, vagy egy könyvtárba, vagy egy nem tudom mibe, akkor nyilván ott összegyűlik egy csomó olyan ember, csomó 20, vagy 30, vagy 50, vagy 100, nem tudom, éppen attól függ, hogy hova hívnak, akik ennek a buboréknak a részei, és nyilván tudják, hogy ki az a Babits Mihály. De amikor bemész egy középiskolába, és megkérdezed ezektől a diákoktól, hogy ők milyen könyvet olvasnak, akkor nem, nagyon sok volt olyan, amikor nem is értették ezt a kérdést, hogy miért kellene nekik könyvet olvasni, de ha még rosszabb, ha el is mondják, hogy milyen könyvet olvasnak. Tehát, hogy ezt mi gondoljuk így, hogy ez egy evidencia ma, Babits Mihály szerintem abszolút, abszolút nem az. Tehát, hogy... De hogy ez akkor egy kicsit le is értékeli a kulturális életet, és ugye van az a sokat emlegetett történet, például Churchill, aki ugye a háború kapcsán azt kérdezte, hogyha nincs, ha nem adunk pénzt a kultúrára, akkor miért harcolunk? És valahogy ez, ha nem is ebben a történetben, de valahogy nagyon benne van a köztudatban, hogy a kultúráért érdemes harcolni, a kultúrát meg kell őrizni, meg kell tartani, mert hogy az a nemzet emlékezete, hogy akkor az alapján, amit most elmondtál, akkor ezek a buborékok igazából csak marginális, alig észrevehető jelenségek, ki degradálják a kultúrát, hogy akkor ezt így látod, hogy van egy, mondjuk ilyen esetben egy már alig 10 milliós nemzet, vagy mondjuk és hogy akkor szépen lassan így elsikkad az, hogy mi a magyar kultúra? Hát igen, nagyon sok minden elsikkadt. Tehát például most akkor mondok egy párhuzamot, hogy nem mindig csak az irodalomról beszélgessünk, ott van ugye a magyar gasztronómia, amit ugye nekem az egyik fejlővésem ez az egész gasztronómia, meg magyar gasztronómia. Én ott azt látom, hogy például ugye nekünk már azzal egy nagyon kemény problémánk van, hogy a gasztronómiát kultúrának tekintsük. Hogy az civilizációnak vagy identitásnak tekintsük, és ugye a támadás mindig onnan jön, hogy ez nem művészet. Ugye ez a Szokrátész óta vitatkozik ezen a nyugati kultúra, hogy a gasztronómia művészet vagy nem. Ezt egyébként nem kell eldönteni, mert attól, hogy nem művészet, attól még nyugodtan lehet kultúra, civilizáció és identitás. És azt látom mondjuk Budapesten, hogy a magyar gasztronómia az úgy egy az egybe elesett. Tehát nem a szabály, hanem a kivétel az, hogy esetleg van egy olyan étterem, ahol mondjuk ehető minőségben a magyar gasztronómia jelen van. Tehát, hogy ülsz mondjuk a Lövőház utcán, ami nevezhetjük akár gasztró utcának is, és van mindenféle, van orosz,
van indiai, van hamburger, van olasz, van vietnámi, van táj, stb. Ami tök jó, hogy van, és ez mindenhol van. De azért, tehát nyilván hamburger, meg pizza, meg gyűrosz, meg nem tudom micsoda, az mindenhol van, és a globalizáció mindenhol van, de azért nagyon nehéz elképzelni mondjuk bármelyik olasz várost olasz konyha nélkül. Budapestet már el lehet képzelni magyar konyha nélkül. Tehát a magyar konyha az gyakorlatilag pár ilyen henteshez, meg kifőzdebbe, meg nem tudom mibe szorult le, ahol nyilván a minőség is ennek megfelelő. Tehát, hogyha véletlenül találsz egy olyan helyet, ahol normális minőségben lehet mondjuk egy töltött káposztát tenni, vagy kelkáposzta főzeléket, vagy brassóit, vagy stb., akkor az ember meglepődik, hogy, és küld egy SMS-t a haverjának, hogy te, itt lehet szalontüdőt kapni. És még meg is lehet enni. Tehát, hogy ez a kultúra is, teljesen ez a nemzeti kultúra is, ami persze úgy nemzeti, hogy a magyar konyha az rengeteg konyhának a hatásából alakul ki, rengetegféle magyar konyha van, koronként, társadalmi osztályonként, vagy rétegenként, stb. Ezt ugye mi nem beszéltük meg, mert a gasztronómia az mindig egy ilyen pimp dolog volt, amit nem voltunk hajlandóak a kultúra részévé tenni, még annyira se, hogy ennek kultúrtörténete legyen, ami nem kultúra, annak ugye nincsen kultúrtörténete, ezért ment a levesbe a magyar gasztronómia, és most ott ülsz Budapesten egy ilyen utcán, és ha fölhív téged egy barátod, hogy megjött, nem tudom, New Yorkból a nagymamája, vagy Svédországból az unokatestvére, és hova lehetne elvinni, ahol egy rendes magyar kaját tud enni, hát akkor nagyon nagy bajba vagy. Nagyon nagy bajba vagy, mert nem tudsz neki igazából mit mondani. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy van ez a, tehát, hogy van két véglet, ez a fritőzcsárda, és ez a fine dining nevű oligarha vakítás, és a kettő között, mind a kettő tök jó, hogy van, és a kettő között, ahol a magyar konyhának kéne lenni, ahol mondjuk Olaszországban a trattóriák vannak, és a kockás terítős vendéglők vannak, ott egy ilyen nagy gödör van, amiben igazából nincsen semmi. És ez mondjuk a háztartásokat is érinti? Tehát, hogy lehet, hogy azért nincs erre közönség, vagy hogy mondjuk nincs erre közönség, mert hogy minden szinten, nem csak az éttermek, hanem az otthoni étkezések tekintetében is elszoktunk, vagy elvesztettük ezt a magyar konyhán? Vagy azért van egy olyan réteg valahol a társadalomban, ahol ez megőrződő, csak mondjuk ez nem jut el az éttermek szintjére? Tehát mondjuk otthon az emberek tudnak jó magyarosan főzni, szerinted? Hát nem tudom. Ebbe is egyre inkább szkeptikus vagyok, tehát hogy ugye nyilván van egy ilyen megoldás, hogy azért nincsen magyar konyha a vendéglőben, mert otthon az emberek nem hiszem. Tehát, hogy nem tudom, nem semmiféle ilyen szociológiai felmérést nem végeztem, és nem csöngettem be lakásokba. Gyanítom, hogy ugyanaz történik mondjuk a magyar háztartások nagy részében a gasztronómiával, mint kultúrával, mint az irodalommal, mint kultúrával, hogy inkább jobb, ha nem tudjuk, hogy mi történik. Gyanítom, hogy mondjuk a mélyütött pizza és a stb. Nyerne, hogyha... De mondjuk, hogyha fölütünk egy mondjuk menjünk vissza a két háború közötti időszakig, fölütünk egy akkor készült, akkor írt szakácskönyvet, ami magyaros ételekre koncentrál, vagy mondjuk a magyar konyhára fókuszál, egészen mai szemmel egészen meglepő dolgok szerepelnek benne, rendkívül széles a spektrum, nagyon nyitott, nagyon, hogy mi történt? Tehát ugye a szokás a szocializmusra fogni, és mondjuk a Venice féle megközelítésre, de hogy... A Venice egyébként, nagyon sok mindent ráfognak a Venice-re. A Venice egy olyan fickó volt, több ilyen fickó is volt, aki még a második világháború előtt külföldi, nyugati konyhákon szocializálódott, aki Escoffier-t tanult,
ha megnézed egyébként, hihetetlen vicces, hogy az 50-es években megjelent ilyen Venice szakácskönyvekbe, nem tudom, olyan alapanyagok és olyan nevek, olyan ételnevek vannak, hogy teljesen meglepődsz, hogy abban az 50-es években, amikor mondjuk Pesten majdnem, hogy éheztek, akkor a Venice szakácskönyvben, nem tudom, Bélszín, Victor Hugo módra, meg stb. Ezek mind ugye az Escoffier-ból jönnek ezek a ízek. Tehát, hogy ez a nemzedék még a két világháború között Milánóban, meg nem tudom hol tanulta ki a szakmát. Hát itt nagyon sokféle, amit mondtam, nagyon sokféle magyar konyha van. Itt hogyha még mondjuk az Ignótusz-féle szakácskönyvet megnézed, az Emma asszonyt, amit ugye még a nyugat, mielőtt elment a nyugatba, a hétbe csinálta ezt a dolgot, akkor azt látod, hogy az utolsó nagy magyar konyha gyakorlatilag a Monarchia magyar konyhája volt, ami egy ilyen fúziós magyar konyha volt, rengeteg nemzetiség, rengeteg vallás, rengeteg külső hatás, nem csak olasz, hanem főleg olasz és francia konyhának nagyon erős hatása volt, stb. Abban a szakácskönyvben az Emma asszonyban például nagyon jól látszanak a rétegek, mert ugye ezeket olvasók küldik be. Uh-huh. És ugyanúgy mondjuk a gróf kisasszony, meg a székely cseléd ugyanúgy küldi be a recepteket, és nagyon sokféle, nagyon sokszínű ez az egész dolog. Hát nyilván utána jött a kommunizmus, ahol felváltotta a gasztronómiát a tömegétkeztetés, a menza, aminek ugye nem csak gasztronómia, tehát hogy ez szociálisan abszolút érthető, és ugye nyilván szociális aspektusa is van ennek, nem csak gasztronómiai, de hát itt azért nagyon érdekes, én mindig szoktam ezt példának mondani, hogy a Kádár rendszert szerintem legjobban, vagy az egyik legjobban, mert biztos több ilyen mű is van, de irodalmilag talán az egyik legjobb leírása a Kádár rendszernek, az a Hajnóci Péternek az egyik novellája, ami egy ilyen elmegyógyintézet és elvonó együttes intézményben játszódik. A nő az elmegyógyintézetben van, a férfi az elvonón van, és az ő, hát most idézőjelbe tett szerelmi kapcsolatuknak a rövid története, és az a címe, hogy finom főzelék feltétel. Tehát, hogy olyan gyönyörűen le lehet írni egyébként. Tehát, hogy ez egy olyan gyönyörű szimbóluma, metaforája a Kádár rendszernek és a Kádár rendszer gasztronómiájának. De nagyon érdekes, hogy ugye a magyar nagyon hajlamos arra, hogy gasztronómiai kifejezésekkel írjon le dolgokat. Tehát most gondold el, hogy például a Kádár rendszert is ugye tele van ilyen kifejezéssel, ugye a gulyás kommunizmus. Ugye, ami egy baromi, tehát egy értelmes dolog, mert ugye a gulyáshoz marhahús kell. Tehát egészen más egy sertéspörkölt kommunizmus, mint egy gulyás kommunizmus. Meg egészen más mondjuk egy csirkemell kommunizmus. Tehát ezek nagyon, vagy mondhatnánk mondjuk a Kádár kolbászt is. Tehát hogy ezek érdekes dolgok, de nem tudom, mi volt a kérdés, már azt elfelejtettem. Ja, csak hogy hol tűnhetett el ez a gasztronómia. Egyébként bocsánat, csak hogyha már is szóba került, hogy a kor leírás, akkor ezt így tovább vihetjük? Tehát hogy volt mondjuk a, nem tudom, 90-es éveknek, vagy azóta is, tehát van olyan étel, amit, vagy olyan gasztronómiai kifejezés, ami leírhatná szerint, tehát hogy vagy mondjuk a jelenkorunkat, ezt az ilyen, amit mondtad, ezt a fritőztől fine dining, tehát hogy mi az, ami nagyon meghatározza. Hát biztos, most nem fog eszembe jutni semmi, tehát, hogy ez, de hát a fritőzcsárda az például egy szép ilyen kifejezés. Ugye hát ugye bemész egy ilyen vidéki vendéglőbe, vagy egyébként Budapesten is biztos rengeteg ilyen van, és akkor megnézed az étlapot, és van 46 féle rántott nem is csirkemell, bocsánat, mert mindig tanyasi ércemel van, mert az valamiért előkelőbb a tanyasi ércemel. Igaz, tanyák már nem léteznek Magyarországon, tehát ez a település struktúra, ez megszűnt, hogy ez a tanyarendszer. De jobban hangzik, mint igen, és akkor így, egyszer pont ezen gondolkoztam, hogy ha így végig gondolnám ezt az egészet, hogy turistaként elolvasnék 100 étlapot, meg nem tudom, akkor én azt gondolnám, hogy vagy itt Budapesten, hogy biztos van itt egy ilyen vidék, ami egy óriási nagy tanya,
és ott ilyen jércemellek futkosnak, mert hogy mi lesz a többi részével a jércének. És akkor vannak ezek a fritőzcsárdák, ahol és akkor mindennel meg van töltve a tanyasi jércemel, és akkor ez a magyar konyha, hogy ülünk az olajszakba, és esszük a tanyasi jércemet. Biztos, hogy a dolgoknak nem egy oka van. Tehát, hogy nyilván nagyon sokat rontott rajta a Kádár rendszernek de egyébként meg a Kádár rendszerben is, ugye még a 80-as években azért éltem, 74-es vagyok, tehát rengeteget jártunk, ugye Délalföldön nőttem föl, sokat jártunk vendéglőbe az apámmal, vagy a családdal, és az apám mindig azt mondja, hogy a maihoz képest sokkal-sokkal jobb volt az éttermi minőség. Tehát is, hogy hihetetlen jó magyaros kajákat lehetett kapni, amiket most már nem is tudom, hogy hol lehet Eszterházi rostélyost, hagymás rostélyost, marsalmájat, resztelt májat, kelkáposzta főzeléket, stb. Normális ételeket kapni. Nem tudom. Tehát, hogy ez szerintem ez Budapesten ez a kultúránknak ez a része elesett, úgyhogy ehhez képest még az irodalom nagyon, nagyon, nagyon jó paszban van. És mi a helyzet a vidékkel? Most ugye mondtad, hogy ha ide jönne egy turista és megnézni, akkor lenne egy mesebeli vidék képe, vagy egy nem létező vidék képe, de hogy ugye a Budapest, vagy az ország vízfejűsége kapcsán az mindig elhangzik a Budapest vidék ellentét, hogyan látják a budapestiek, hogy hogyan képzelik el a vidéket, hogy, és ugye említetted, hogy Délalföldet, hogy Szentesről származol, hogy ez a megosztottság, meg ez a, hát nem tudom, hogy ez kulturális különbségnek lehet-e felfogni, hogy ez mennyire valós probléma, mennyire látjuk mi, vagy mennyire látják Budapestről egészen máshogy a vidéket, mint ahogy az valójában van. Ezt hogy látod? Úgy, hogy Budapesten élsz, de hogy elég erőteljesek a gyökereid, és... Hát nézd, azért szerintem ez, nem vagyok ez egy politológus, de hát azért ez mondjuk a választásokkor gyönyörűen látszik, hogy valaki valakit nem ért, tehát hogy valamiért egészen másként szavaznak vidéken, meg Budapesten, és valamiért egészen másképpen gondolják a dolgokat. Hát igen, ez én ebben nőttem föl, hogy vízfejű volt ez az ország mindig is, és volt egy Budapest, és volt minden más volt vidéken. És ez egy, én amikor 18-es koromban fölkerültem, és már így mondom, hogy fölkerültem Budapestre, akkor ezt egy abszolút emigrációnak éltem meg. Tehát, hogy és az egyetemen is abszolút voltak a pestiek, meg voltak a kollégisták, és ez egy idő volt, amíg ez a két dolog összetalálkozott. Én a mai napig szentesének gondolom magamat, és ráadásul nem csak ez a, hát ez egy abszolút létező dolog, ez a vidék Budapest, tehát hogy nem nagyon tudod egy nagyon nehéz egy pestivel megértetni azt, hogy mi van vidéken, vagy hogy gondolkozik az a vidéki. Mert lehet, hogy volt már New Yorkba, Amsterdamba, Párizsba és Londonba, de Kiskunfélegyházán még sose. Tehát például amikor most elmentem a Mácsai kiállításra, ami szerintem egy fantasztikus valami, és ott volt az a kép, hogy a Notre Dame Kiskunfélegyházán. És akkor én abszolút, tehát hogy igen, és ott volt, tehát abszolút zseniális, tehát hogy igen, erről szól Magyarország, hogy ez lehetetlen. Én akárhányszor megyek most is, Kiskunfélegyházánál véget ér az ország, tehát hogy leszállok az Intercity-ről, a Szegedi Intercity-ről, Kiskunfélegyházánál, mert addig megy és utána még meg kell tennem 30-valahány kilométert vonaton, az több mint egy óra, fölültetnek egy ilyen Piroska nevű vonatra, ami olyan, mintha 1952-ben, nem tudom, mennénk vidékről, 56-ban mennénk vidékre harcolni, vagy nem tudom, tehát a kulisszák, a díszlet, az teljesen olyan. Körülbelül annyi idő alatt teszi meg ezt a távot, a Kiskunfélegyház szentes távot, mint az első vonat, ugye a Váci, amiről ugye ír a Petőfi. Azt a butkó kiszámoltam, hogy körülbelül ugyanaz.
ugyanaz a sebesség, ami 1800, nem tudom, 40, vagy nem tudom, mikor volt ez az első Váci járat. Hát ott igen, véget ér az ország. Tehát, és van ez a különbség, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy lejöttél a térképről. Meg van az a különbség, amit ugye én rengetegszer elmondtam, hogy és ugye ez az Erkóba is előkerül, meg nyilván a Sömmibe is előkerül, az én délaföldi témáimnál, hogy ugye van egy ilyen kelet-nyugat repedés is az országba, hogy ahogy mondtam azt, hogy mondjuk a Római Birodalom bukása kulturálisan még mindig nagyon megrázó, és még mindig nagyon érezhető, de hogy ugye az a terület, ahonnan én jövök, azt úgy hívták, hogy Barbarikum. A Duna másik oldalán voltak a rómaiak. Ezen az oldalon, ahonnan én jövök, ott elmaradt a romanizáció. Tehát ott a Sopronban nem történhetett volna meg a Rózsa Sándor történet. Az, hogy Attila például ezen a mocsaras Barbarikum nevű részen volt, az is nagyon-nagyon árulkodó. Az, hogy a Móricz Zsigmondnak a Barbárok című novellája a 20. században ott játszódik, az is nyilván nem véletlenül barbárok. Tehát, hogy egy olyan kulturális, civilizációs különbség van, egyébként gasztronómiai különbség is. Erről ír a Massimo Montanari, aki az egész európai gasztrotörténetet megírja, hogy az első nagy gasztronómiai összeütközés az a görög-római és a barbár étkezési kultúrának az összeütközése. Teljesen másképpen gondolkozik a Barbarikumból jött ember, teljesen más a humora, teljesen másképp áll a halálhoz, az élethez. Egy más identitás, gasztronómiailag is teljesen más. És ezt Budapesten is megőrizted ennyi idő után is, vagy azért ez a... Hát ez a igen. Tehát, hogy engem ezek a témák érdekelnek. Tehát, hogy azért én sokkal az, amit mondjuk én írok, és ahogy írom, az valószínűleg mondjuk egy budai házi embernek, vagy házi asszonynak a kezéből kiesik. Tehát, hogy az nyilván valamilyen módon karcos és barbár. És én érzem magamba ezt, hogy én teljesen máshonnan jövök. És ezt véletlenül se tessék úgy érteni, hogy az egyik pozitív, a másik meg negatív, stb. Tehát, hogy ez az egyik ilyen, a másik meg olyan. És ennek megvan a körülbelül 2000 éves oka, hogy ez miért ilyen, és ez miért olyan. Hogy miért ott van például az a terület, amiről 10 évente csinálnak egy dokumentumfilmet, mert nem tudom, 10-szerese az öngyilkossága azon a Szeged környéki részen, vagy nem is tudom, hol van ez pontosan, mint máshol. Ezek miért isznak az egyik helyen sört, a másik oldalon bort, stb. Tehát ezeknek megvannak a kulturális meg civilizációs gyökerei. És ugye majd, hogyha a civilizációs gyökerekről esett, szóval, hogy ez valahogy nagyon benne van a magyar társadalomban az az eredetkutatás, a újabb és újabb lendületet kap ez, hogy ha nem a hunoktól származunk, akkor menjünk még inkább vissza, ha nem a suméroktól, akkor a Sirius bolygóról, tehát hogy mindig lehet fokozni, hogy ezt minek tulajdonított, vagy például, hogyha maradjunk az Erkónál, ugye Attila is egy szimbolikus ős atyaként jelenik meg sokszor, hogy ez befolyás, illetve hogy ez feljavítja az aktuális állapotot, jobban érezzük magunkat attól, hogyha mi Attilától származunk, nehogy Isten, tehát kell a nemzeti identitás, hogy egy ilyen mondjuk fiktívnek tekinthető múlt. Egyrészt minden múlt fiktív, tehát hogy a múltat azt mi találjuk ki többé-kevésbé a történelembe is. Ezt a múltat például egy Anonymous nevű csávó találta ki, és nyilván különböző nyugat-európai minták alapján, vagy említések alapján. Én nekem fogalmam sincsen, hogy az Anonymous egy viszonylag friss magyar királyságnak
az eredet sztoriát. Ugye nyilván a király megbízta őt, hogy hát itt vagyunk, egyedül vagyunk, senkinek, a szlávok értik a szlávoknak a nyelvét, a németek értik a németeknek, vagy a germánoknak a nyelvét, itt vagyunk, mi senkinek nem értjük a nyelvét. Csinálj, légy szíves, hogy itt egy fiatal keresztény állam vagyunk, csinálj egy eredet sztorit, hogy ez. És akkor ugye elkezdi Noénál. És akkor azt mondja, hogy ugye a Noé fiai, és jól emlékszem, ugye jön Jafet, és akkor a Gog és Magog, és akkor a Magognak a hunok és a magyarok. Tehát, hogy miért akar egy fiatal keresztény állam egy ilyen barbár, kegyetlen, nem keresztény lovas nemzethez kapcsolódni. Egyébként szerintem, hogy a hunok amúgy is egy túlértékelt barbárok, tehát például a vandálok azok sokkal, tehát az Attila 20 évig sem uralkodik, igazából se Konstantinápolyt, se Rómát nem sikerül bevennie, jó megsarcolja mind a kettőt, aztán valamelyik oldalról kinyírják. Körülbelül 18 éves körülbelül, amíg az Attila ezeket csinálja. Ugye kétszer elindul nyugat felé is, mind a kétszer kudarcot volt tulajdonképpen. Hát a vandálok meg ugye elmennek Észak-Afrikába, csinálnak egy saját államot, kirabolják, vagy a gótok is, kirabolják Rómát, stb. Tehát egy óriási sikersztori ahhoz képest, hogy... Ja, és ráadásul ugye a vandálok már keresztények. Tehát, hogy miért akartunk mi ezekhez kapcsolódni? Hogy ez miért, tehát, hogy ehhez képest nekem sokkal érthetőbb az, hogyha azt mondják, hogy a Jézus pártus herceg, és akkor a magyarok pártusok, vagy a pártusok, a magyarok, mindegy, tök mindegy, és akkor mi ugye Jézus... Hát van ez is. Ez is, igen, tehát hogy és akkor mi Jézus leszármazottjai vagyunk, ezt tök megértem, tehát hogy ez kell egy fiatal keresztény államnak, hogy akkor mi Jézustól származunk. De miért pont ettől a vérivó, kegyetlen, nem keresztény, barbár, nem tudom, Attilától akartuk mi. És ez ugye onnantól datálódik, hogy ugye és már a 19. században azt mondja a történelemtudomány, hogy ennek igazából történeti alapja nincsen, azon kívül, hogy valószínűleg tényleg itt voltak a Tisza partján, tehát itt volt ennek a hatalmas jurta birodalomnak, mert ugye mit tudom én, a Volgától a Rajnáig, vagy nem tudom, de hát ez nem egy állam volt, hanem egy, mit tudom, hogy mondjam, egy megszállt terület, egy ideiglenesen megszállt terület, és ott valószínűleg ugye a régészeti leletek alapján, valószínűleg a Tiszának a jobb partján lehetett ez a rengeteg jurta, ott lehetett valamiféle központjuk, ugye azt szokták mondani, hogy a hun főváros, hát ennek olyan sok értelme nincs, mert nem egy város volt, hanem valamiféle gyülekező hely, ahol egyébként rengeteg nem hun is volt. Ugye amikor olvasod ezeket a nagy hun csatákat, kiderül, hogy egy kicsi része volt a hun résznek is, egy kicsi része volt hun, meg a rómaiaknak is csak egy kicsi része volt római, a többi az mindenféle nemzet, aki cirkulált erre, arra, és éppen ugye az egyik oldalon a oszrogótok, a másik oldalon a vizigótok, stb. Tehát, hogy ez nekem egy óriási talány, hogy ez miért jön be a képbe, ez a hun dolog, de a mai napig... DNS vizsgálatok miatt az még ma is nagyon népszerű az elmélet. Igen, de hát ugye ez... Ugye, ezek a génizék, tehát hogy ugye most az, hogy se régészetileg nem lehetett ezt az egész hunrokonságot bebizonyítani, aztán nem lehetett ezt semmilyen módon bebizonyítani. Nyelvészetileg se lehetett bebizonyítani, és akkor most megpróbáljuk genetikailag be... Hát az háromból az egy csak egyik. Igen, csak. Tehát hogy annyi stimmel, hogy valószínűleg, tehát most képzeld el ugye ezt az elméletet, ami ugye Anonymous-tól jön, hogy ugye ő azt mondja, hogy mi rokonok vagyunk, és de most ugye 400-as évek közepén meghal Attila. 400 valahány évvel később jönnek a magyarok a tankönyv szerint ide, tehát addig hol voltak, tehát hogy a hunok az 5. század közepén meghal Attila, és gyakorlatilag ez így eltűnik, soha többet nem említik őket sehol. Azt hiszem talán egyszer még az egyik fiát említik
az Attilának, amikor a Bizáncot elkezdi adóztatni, vagy zsarolni az apja módjára az egyik Attila gyerek, és akkor rögtön azt hiszem éppen egy Leon nevezetű császár van Bizáncban, az le is vágja a fejét, az körbehordozzák Bizáncba, ez az Erkóba is szerepel ez a rész, és aztán ezzel a hun történetnek vége van. Majd eltelik 400 valahány év, és akkor addig hol voltak? Tehát ez nyilvánvaló, tehát hogy én, mint fikciós, szépirodalmi szerző, nem tehetek meg egy ilyet, hogy megy a szerzőm az utcán, majd egyszer csak kiesik 450 év, és utána megint ott megy az utcán. Tehát, hogy ilyen, ezek nyilván történelmi fikciók, csak akkor kezeljük is történelmi fikcióknak ezeket a dolgokat szerintem. De hát itt se ezzel semmi baj, mert úgyse tudjuk, hogy tudod. Tehát azt akartam mondani, hogy annyi nyilván stimmel, hogy keletről jött lovasnomád nép, a magyar is, meg a hun is. Tehát nyilván ezért, tehát a te is egy folyékony ital, meg a sör is egy folyékony ital, tehát valami köze van egymáshoz, mind a kettőnek. És hogyha már ugye az Alföld, meg a származás szóba került, ugye Sömmi című könyvben, vagy hogy elmítetted is, hogy Rózsa Sándor máshol nem is nagyon született volna meg. És ugye a Sömmiből film is készült volna, ugye azt Pálfi György rendezésében, aztán ez elbukott, és Szomjas Györgyel is írtál egy jó pár éve, talán 6-7 éve, vagy még régebben, nem tudom, egy forgatókönyvet, ugye Savanyú Jóska életéről, és abból sem lett film, hogy azt lehet tudni, hogy mik voltak az aggályok, miért nem, mondjuk Pálfi György esetében sejthető, hogy mi volt az aggály, mert ugye ő nagyon régóta nem kap már pénzt a film alaptól, de hogy mi, vagy a filmintézettől, de hogy, hogy mik voltak a kifogások, vagy miért nem lett ezekből film? Hát Szomjas is ugyanebben a cipőben volt, hogy egy csomó forgatókönyvet, meg nem tudom mit beadott. Néhányszor behívtak minket, hogy ilyen forgatókönyv fejlesztésre valamennyi pénzt kaptunk, de hát aztán utána egyszerűen nem. Nem hiszem, hogy ezt meg kell indokolni, hogy ott megindokolták. Ugye a Pálfi történetet azért ismerem kevésbé, mert ott úgy emlékszem, hogy ott egy nagyobb összeget kapott a Pálfi, én abban ugye nem voltam benne, mint forgatókönyvíró. Én általában ezt szoktam csinálni, hogyha valami bármit akarnak csinálni az én könyvemből, vagy novellámból, vagy bármiből, akkor én azt mondom, hogy akkor csinálják ők. Én ebben nem szeretnék beleszólni, mert se forgatókönyvíró nem vagyok, az egy külön szakma, se színházi dramaturg nem vagyok, se dalszövegíró nem vagyok, sem ezeket azért nem értek. Csinálják ők, és akkor nekem megvan az a biztonságom, hogyha szar lesz, akkor nyugodtan mondhatom, hogy nem én csináltam. Tehát tök jó volt az alapanyag, de ők elrontották. De hogyha meg jó lesz, akkor meg nyilván mondhatom, hogy remek alapanyagból dolgoztak, és tök tehetségesek voltak. Tehát a Gyurival én nem, mármint a Pálfival én nem vettem részt ebbe a forgatókönyvírásban. Annyit tudtam, hogy ők megkaptak talán 30 millió forintot, és talán minden kész is volt ahhoz, hogy egy ilyen előkészítési pénz volt. És aztán leadták a kövizet, kezdődött volna a gyártás, és úgy tudom, hogy azt mondták, hogy sok a pénz, és itt el is akadt a párbeszéd. Az, hogy a Szomjassal, meg egy egészen más dolog volt, mert ugye nekem a Szomjas az egy ilyen gyerekkori idolom és példaképem, mint mondjuk a Bereményi, és akkor egyszer csak felveszem a telefont jó pár évvel ezelőtt, és azt, hogy Szomjas Gyuri vagyok, nagyon, nagyon tetszett a Sömmi című könyved, szeretnék veled írni egy filmet, és akkor arra gondoltam, hogy ha ezt 15 éves koromban elképzelem, miközben a talpuk alatt fütyül a szélt, vagy a Rossz embereket, vagy mondjuk a roncsfilmet, vagy a Kopasz kutyát nézem, akkor elsírom a magamtól való meghatódástól magamat. És akkor ültünk kocsmákba, és akkor írtuk ezt a Savanyú Jóskát, ami azért lett volna egy nagyon... Tehát én azért sajnálom azt, hogy ezt elvették tőle ezt a lehetőséget, mert ugye ez egy trilógiának az utolsó része lett volna. Ugye a két Eastern után ez lett volna a befejező rész, és a Savanyú rész az egy úgy lett volna ennek a lezárása, hogy a Savanyú az már egy ilyen posztbetyár. Tehát, hogy meg ugye egy civilizációs, tehát egy nyugati betyár.
nem egy keleti betyár. Tehát most gondold el, hogy ott az a sztori, hogy ugye őt börtönbe teszik, elítélik, kijön a börtönből, és hát valamiféle unalomból és lelkiismert furdalásból egyszer csak szájba lövi magát. Na most ez mondjuk a Rózsa Sándor történetben nehezen elképzelhető, hogy Rózsa Sándornak lelkiismert furdalása van, meg unatkozik, tehát hogy ez így eléggé más történet. Tehát ez már ugye a 20. században történik. És képzeld el, hogy ugye el akarják vinni, akkor már ugye van egy ilyen műfaj, hogy a cirkuszokba, ugye amerikai mintára, ahol ezek a vadnyugati szereplők önmagukat játsszák, miután kiöregednek, legyenek indián sztárok vagy cowboy sztárok. Egy német cirkusz, ilyen utazó cirkusz fölkéri a savanyút, hogy játssz el magát, mint alföldi betyár, vagy mint magyar betyárt. És nem adnak neki engedélyt arra, mert le kell jelentkezni a rendőrségen hetente, stb. És valamelyik körúti kávéházba lesz ő ilyen cirkuszi majom, hogy csak az a dolga, ő a látványosság, hogy az a dolga, hogy ott kávét igyon és burkiflit egyen, és akkor talán van fölötte egy tábla, hogy ő a Savanyú Jóska nevű betyár. Azt hiszem, hogy valamelyik ilyen orgazda fia működteti ezt a talán József körúti kávéházat, ahol egy ilyen látványosság és egy idő után olyan depressziós lesz ettől a cirkuszi majom, vagy állatkerti oroszlán, vagy nem is tudom milyen szereptől, hogy egyszer csak bekapja a csövet, és meghúzza a ravasz. Szóval ez egy nagyon szép befejezése lett volna az előző két résznek, és akkor lett volna kerek tulajdonképpen ez a trilógia. És ez egy olyan szomorú dolog, hogy ezt őtől elvették, hogy befejezhesse. Én nagyon egyre, hát nyilván nagyon szerettem a Szomjast, meg hát szerintem a 20. század egyik legnagyobb filmrendezője, de hogy a legsokoldalúbb zsenie volt, az biztos. Tehát annyi műfajban volt úttörő, és annyi műfajban csinálta ő a legjobb filmet, hogy nem ezt érdemelte volna minden esetre. És a halálával akkor ez azt is jelenti, hogy ennek a projektnek véglegesen, tehát hogy nélküle akkor ezt már nem is lehetne esetleg? Hát Szomjason kívül kevesen tudnak Szomjas filmet rendezni, tehát hogy nyilván van valahol egy forgatókönyv, de nem hiszem, hogy amennyire mi beszélgettünk, azért is volt ez majdnem mindegy egyébként, ez az, hogy milyen a forgatókönyv. Én azt gondoltam, hogy a Szomjasnak rögtön oda kellene adni a pénzt, amiből ráadásul ez nem is egy olyan hihetetlen drága film lett volna. Mert ugye a Szomjasnak a módszere, mint kiderült a mi beszélgetéseinkből, én ezt nem gondoltam volna, hogy egy nagyon minimális forgatókönyv alapján, tehát itt dől meg ugye a Hitchcocknak a izéje, hogy mi kell a jó filmhez, forgatókönyv, hogy nagyon minimális forgatókönyv volt, és akkor gyakorlatilag ott a helyszínen, a forgatáskor ötletekből, improvizációkból, véletlen alakulásokból, tehát hogy mit tudom én, amikor a betyár piszkálja, tehát ezek a nagy jelenetek, a körmét a késsel, meg nem tudom, hogy ezek mind ott derültek ki, vagy a színésznek jutott eszébe, vagy neki, tehát hogy hát ő is ezért csalódott volt, hát nyilván csalódott volt, és hát ezt nyilván már nem fogja, nyilván senki nem fogja ezt leforgatni, vagy ha még az is lehet, hogy leforgatja valaki ezt a forgatókönyvet, de hogy hát az nyilván nem egy Szomjas film lesz, akárki is forgatja le. És sokszor előkerül interjúban, hogy kik azok a figurák, akiket te irodalmilag dolgoznál fel, és ugye Rózsa Sándor és Attila ugye már megjelentek, és ha jól tudom, akkor Tito a harmadik olyan, aki ilyen nagy vágyad, Josip Tito, vele tervezel valamit, vagy lesz Titóról könyved? Abszolút tervezem, csak még abszolút nem tudom, hogy mi. Tehát, ez sok-sok éve bennem van, hogy ennek a barbár identitásnak, amiből én jövök, ugye vannak sztárjai, akik sehol máshol nem
születhettek vagy működhettek volna, és hát a Rózsa Sándor is ilyen, meg az Attila is ilyen. Hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy ezekkel valamit biztos, hogy fogok kezdeni. Uh-huh. És akkor egyszer csak egy-két évig olvastam a Rózsa Sándort, és akkor egyszer csak elkezdtem hallani a Rózsa Sándornak a legjobb emberének, a Veszelkának a hangját, hogy akkor ez lesz. Uh-huh. És akkor azt elkezdtem írni. És ugyanígy volt tulajdonképpen az Attilával is, hogy sok évig olvastam az Attilát, a Priscos Rétortól az Anonymousig, a mindenféle történelmi, meg könyveket, meg szépirodalmat, a Láthatatlan embertől a stb. És amikor a Priscos Rétornál, ugye ő egy bizánci diplomata volt, akinek a töredékei megmaradtak, és ugye ő az egyetlen ilyen primér forrás, aki valószínűleg tényleg járt az Attiláiknak ebbe a tiszamenti sátor fővárosába, és leír egy látogatást, és egy vendégséget, és ott egyszer csak egy mór törpe fölugrik az asztalra, és sok nyelven elkezd bohóckodni, és kiderül róla, hogy hát valahonnan Észak-Afrikából érkezett, és még a Blédának, vagyis ugye őt Budának hívjuk, Arany János után, ugye a Attila bátyjának volt az udvari bolondja, vagy udvari törpéje, stb. És nem is nagyon szereti, mert mindenki röhög rajta, csak Attila nem. Ez ugye 2-3 mondat a Priscos Rétornál, ugye ez ő görögül írta ezt, de le van fordítva magyarra, és akkor éreztem, akkor nem tudom, több év után, több év olvasás meg jegyzetelés után, hogy ő az én törpém, és ő fogja elmondani azt. És utána ugye ez a könyv, ez azért még fele részben sem Attiláról szól, tehát utána ez egy 5. századi regény lett, és akkor itt van még ugye a Tito. De ő is egy barbár figura az értelmezésükben? Nem tudom, hogy az én gyerekkoromhoz, tehát hogy az én délalföldi hőseimhez, és ezeket most akár idézőjelben is tehetjük a hőst, lehet, hogy mondjuk ezek antihősök, vagy hogy nekem annyira hozzá tartozik ez, tehát hogy ahogy azt gondoltam, hogy nagyon érdekes az, hogy például Rózsa Sándor igazából nincsen történelmi földolgozása, mert jó nekünk ahogy van. Egyetlen olyan könyvről tudok, ami ennek nekiállt, de hogy igazából a történészek se szívesen foglalkoznának ezzel, mert biztos, hogy egy népszerű valami, de hogy az a történelmi Rózsa Sándor az egy sokkal véresebb és sokkal kegyetlenebb, és hát nem Rózsa Sándor ugye nem ez a délalföldi Robin Hood volt, aki elvett a szegényektől, és vagy elvett a gazdagoktól, és odaadta a szegényeknek, hanem hát ez egy nagyon, nagyon véres, kegyetlen figura volt. Hát például ugye az a 48-as működést, az irodalom az versengett a népi legendákkal, hogy ez egy mennyire jó csávó volt, meg nem tudom, hogy ebben a romantikus képben. Hát ami Mészárlást ott a szabadságharcba véghez vitt Rózsa Sándor és szabad csapata, és általában ugye románokat és szerbeket, stb. Tehát nem tudott kilépni a saját szerepéből, tehát ő egyféleképpen tudott működni, és nem tudott úgy működni, ahogy a Kossuthék akarták, és a Kossuthék ki is vonták a forgalomból egy idő után, mert vállalhatatlan volt az, amit műveltek. Nagyon érdekes volt, hogy voltak olyan barátaim, akiknek még a megjelenés előtt megmutattam a Semmit, és azt mondták, hogy hát jó, nagyon tetszik, meg mit tudod, a 9. fejezetben egy kicsit ezt a tarantinos dolgot, ezt vissza kéne venni, mert ez túl sok a kegyetlen vérfröcskölés, és nem tudom micsoda, és ott abban, hogy ez nagyon messze van a valóságtól, itt elszabadul a Cserna elszabadul című Tarantino filmet látjuk, és mondtam, hogy ez az egyetlen fejezet, ami igaz. Tehát, hogy érdekes módon ott nem zavar, hogy elrugaszkodok, úgy kezdődik a könyv, hogy a terhes a felesége a Rózsa Andrásnak, tehát még
és akkor megjelenik az ördög, és a meg nem született Rózsa Sándornak a lelkiről tárgyal a Rózsa Sándor apjával, és végül nem tudnak megegyezni, és az öreg Rózsa bevágja az ördögöt a kútba. Tehát ez teljesen belefér a mi valóságos Rózsa Sándor képünkbe, ez a romantikus, ilyen puszta betyár romantika, amiben még simán megjöhet az ördög is, meg minden. De az, hogy ezek ott kegyetlenkednek a szerbekkel a szent szabadságharc kellős közepén, hát ez biztos nem így volt, ez biztos nem igaz. Tehát, hogy az kiverte a biztosítékot, tehát, hogy a Tito is, ugye Tito nekem onnan jön, hogy mi ugye ott Délalföldön, mi nem a Balatonra jártunk, tehát amikor ez a Balaton retro van, akkor én mindig így nézek, hogy nekem ez semmiféle érzelmi kötődésem nincsen, mert ugye mi beültünk a Dacia-ba vagy a Skodába, és lementünk a Jugó tengerpartra, és nekünk az volt az Amerika. És akkor mit tudom, hát ez olyan, nem tudom, 80-as évek legelejétől, vagy 70-es évek legvégétől, nem tudom. Ugye először volt Bulgária, utána volt Jugó, és hát a Jugó az tényleg tiszta Amerika volt, tehát ott a Schweppes-től a Speedo gatyáig, a Donald Drágótól, de hát ugye már csak Szabadkáig mentünk, már ott Jugó volt, ott Frank Zappa lemez volt, és Rizses Csoki, és mindent lehetett kapni, az 1984-től a Lewis Farmerig mindent. És akkor ott voltunk minden nyáron, és akkor egyszer ott volt egy ember a falon, akit valamiért ezzel az Amerikával összeköt egy gyereknek a lelke. Hogy ott itt minden rohadt jó, itt süt a nap, itt tenger van, itt fagyi van, itt kóla van, itt minden, itt nem Trabanttal járnak az emberek, hanem Forddal járnak, meg Volkswagennel. Nyilván ugye fél Jugoszlávia kindolgozott NSZK-ba. Télen, nyáron meg hazajöttek gyakorlatilag a németeket kiszolgálni a tengerparton, meg a nyugatiakat, meg hát a magyarokat is. És hát nekem ez egy olyan misztikus lény lett gyerekkoromban ez a Tito, és rengeteg mindent elolvastam róla. Hát nyilván őt azért sokkal jobban feldolgozták történelmileg, mint a Rózsa Sándort, hát nyilván ez se egy fekete-fehér történet. Rengeteg árnyalata van, meg van egy íve ennek az egész történetnek. Fogalmam nincs, hogy ebből mi lesz, de mondjuk két évvel a Sömmi előtt se tudtam, hogy abból lesz egy Sömmi, vagy hogy hogyan lesz a Rózsa Sándorból egyszer egy regény, vagy hogyan lesz az Attilából egy regény, és egyszer csak lett. Az, hogy amin most dolgozom, az végül nem a Tito lett, hanem egy másik véletlen, hogy ha én most a múltkor összeszámoltam, hogy 30 éve élek Budapesten, és 13-szor költöztem, és hogy amikor egy új helyre költözök, akkor mint a kutya így meg kell jelölnöm a helyet, tehát így valahova oda kell pisilnem, hogy az az én. És ez az aktus, ez nálam mindig egy ilyen helytörténeti áskálódás, hogy ezek az utcák, ezek a házak, ezek a kávéházak, ezek a nem tudom micsoda. És ugye most a Széna téren lakom két éve, és hát teljesen tehát hogy ez a két évem, ez teljesen egy ilyen Széna tér, Ostrom utca, Bécsi kapu, stb. Olvasás volt, és akkor ebből jött tulajdonképpen egy történet, egy ilyen, amiből még nem tudom, hogy mi lesz. De ennek akkor nincs köze a Budapest nagyregényhez, vagy ez a, te a jó, azért de, igen. De, csak de, akkor abszolút. Azt mondom, hogy ez egy tök véletlen volt, mert amikor ugye a Budapest nagyregénynél az volt, hogy fölkértek ugye 23 szerzőt, de nem volt eldöntve azt, hogy melyik fejezetet ki írja. És akkor le kellett írni, nem tudom, négy-öt kerületet, amit szívesen megírnál, és akkor tulajdonképpen ők osztották szét, tehát nem teljesen önkényesen, mert ugye te kijelöltél egy párat, és én is szerintem négy vagy öt kerületet megadtam, és végül az első kerület jutott nekem.
De akkor én már elkezdtem ezt az egész agyalást, meg mondom, két éve olvasom, és nálam ez általában így szokott jönni, hogy amikor elkezdek így évekig valamit olvasni, akkor előbb-utóbb így van egy pont, ahol így bekattam, hogy akkor ez lesz, és akkor az így, amikor ki kellett találnom egy szinopszist ehhez a Budapest nagyregényhez. Most ugye azért vagyok nagyon nagy gondba, mert nekem körülbelül 3-4-szer annyi szövegem van, mint amit oda le kell majd adnom. Mm. Tehát nekem majd vissza kell, nekem nem meg kell írnom, hanem vissza kell húznom akkorára, hogy mondjuk az egy ilyen regényfejezetként, vagy elbeszélésként, vagy nem is tudom miként megállja a helyét. Ugye ez egy családtörténet, ami elkezdődik a tatárjárás után Budán, és egészen ugye egy kortárs elbeszélője van ennek a családtörténetnek, aki kvázi az elmaradt szakdolgozatát írja meg a saját családtörténetéből, így a halála előtt, és hát ezt, ugye ezek kiszámíthatatlanok, hogy mit fogsz megírni. Ez most így alakult. Tehát, hogyha 3 évvel ezelőtt megkérdezted volna, hogy én fogok-e egy budai várban játszódó, vagy várnegyedben játszódó családregényt írni, akkor azt mondtam volna, hogy biztos, hogy nem. Semmi, az égvilágon semmi közöm hozzá, azt se tudom, hogy hol van. De hát ezek így alakulnak. Nem tudom, hogy a Titóból például lesz-e valami. És nagyon szépen köszönöm, mert akkor várjuk a Budapest nagyregényt is, és a további munkáidat is. Önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy az elején is elmondtam, ha tehetik, támogassák a Magyar Hangot, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, kövessenek bennünket a Facebookon, hiszen a Magyar Hang is és minden műsorunk a nézők támogatásának köszönhetően működik. Köszönjük a figyelmet, és jövő héten is jön a Kultúrtáj, viszontlátásra!